Williams Televízió. Az augusztus 20-i városi ünnepségekről, így a többi között a Városi Díszpolgári cím átadásáról az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója mondta el a részleteket. Augusztus 20-án csütörtökön, Szent István király ünnepén, a keresztény-magyar államalapítás napján délelőtt 11 órakor a szokásos helyszínen, a templomtéri Szent István emlékműnél kezdődik a városi ünnepség, ahol népünk hagyományai szerint az új kenyérért is hálát adunk majd. Ünnepi beszédet Pápai Mihály polgármester úr mond az idén. Aztán ezzel nem ér véget az augusztus 20-ai program, hiszen délután 2 órakor az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Színház termében a Gyálváros Díszpolgára cím ünnepélyes átadására kerül sor. Azt, hogy az idén kikapja ezt a címet, természetesen még nem árulhatom el, de annyit nagy örömmel és őszinte meggyőződéssel osztok meg a Williams Televízió tisztelt nézőivel, hogy a Gyálváros Díszpolgára címet az idén is egy nagy köztiszteletnek örvendő, gyálért nagyon-nagyon sokat tett személyiség kapja, tehát ez a cím megint méltó helyre kerül. De még ezzel sem fejeződnek be az augusztus 20-ai ünnepségek, hiszen hosszas előkészítés és egyeztetési procedúra után végre valahára elkészült a Gyálfelső vasútállomás felújítása, az épületet a MÁV ZRT, a környezetet pedig Gyálváros önkormányzata varázsoltatta újjá. Az épület megőrizte az eredeti funkcióját, tehát vasúti megállóhelyként működik majd tovább, de egy várostörténeti és vasúttörténeti kiállítás is helyet kap majd benne. No hát ennek a létesítménynek, a felújított Gyálfelső vasútállomásnak az ünnepélyes átadására is augusztus 20-án kerül sor, délután 5 órakor, fúvó zenészek, művészek fellépésével és egyéb meglepetésekkel. William.